emberi kapcsolatok nélkül nincs emberi élet. Az ember kapcsolatokra teremtetett, és úgy kell élnie. És a kapcsolatok megteremtésére szolgál, amiről most szólt ez a film is, a művészet. András Falvi Bertalannak, egykori kulturális miniszternek, egyetemi tanárnak a Léleképítő előadás sorozatában, a Jövőnk gyökerei címmel tartott előadásában ez a rövid gondolata volt a vezérfonala. Néphagyománya nem ez egy érdekes téma, hanem a jövőnknek tanulni kellene a múltból. De az a múltot is meg kellene ismerni. És a múlt megismerésének a föltétele az, hogy az embereknek kapcsolatokat kell teremteni a másik emberre. A Kopp Máriának van, a Magyar Magatartástudományi Intézetnek az alapítója és professzora volt, megírta, hogy a magyar társadalomnak a sok elmagányosodott ember, öngyilkos, elvált, magános, stb. Oka az, hogy nincs emberi kapcsolat eléggé. És ezt helyre kell állítani. A valós társadalomban a kapcsolat teremtésnek az eszköze a művészet. A művészetet nem lehet megörökölni. Ugyanúgy, mint a nyelvet meg kell tanulni. Tehát a művészeti oktatás az emberi kapcsolatok létesítésének az alapja. Ezt vissza kell állítani, mert a művészeti oktatással lehet valakit rábírni arra, hogy énekeljen, hogy táncoljon, hogy mesét hallgasson, hogy másikkal beszéljen, szokásokban részt vegyen. Tehát meg kell tanulnia az emberi kapcsolatokkal a szeretetet is. Tehát ezt tanulni kell. A művészetek a hímzéstől kezdve az éneklésig, a tánctól kezdve a népszokásokig, a népmeséig és így tovább. Ezt meg kell tanulni. Az anyanyelvet nem lehet megörökölni, az anyanyelvet tanulni kell. Mindenkinek. Mert mikor a gyerek megszületik utána, az anyjától tanulja meg az emberséget. A népművészet nem arról szól, hogy vannak emberek, akik költők, írók, színészek, zenészek, stb., hanem az, hogy én megosztom, szóval szeretettel megosztom az életemet másokkal is. És rájövök arra, hogy az életnek az értelme nem lehet az, hogy teljesen magányosan elzárkózok, és luxus villába lakok, és autózok. András Falvi Bertalan Kopp Mária kutatására hivatkozva azt mondja, a mai magyar társadalom küzdelmei mögött egyetlen ok húzódik meg. Számszerűen bizonyítja, hogy Magyarországon mennyire több a magányos, a öngyilkos, az elvált, a depressziós és így tovább. És ennek egy oka van, egy fő oka van, emberi kapcsolatok hiánya. Nem más. Tehát nem öröklött betegség, nem járvány, hanem azért, hogy elmagányosodik a társadalom érintkezés nélkül. És az érintkezéshez művészet kell, tehát a művészeti oktatás az élethez szükség. A professzor arról szólt, a jelenlegi iskolarendszer gyors és hatékony változtatására van szükség. Vissza kell jönni a kisiskolákat, mert a körzeti iskolákban utazó gyerekek egész életükben utaznak, jobbra-balra, stb. Se táncolni, se énekelni, se közösségben, se sportolni nem tudnak. Azért, mert ez az tendencia, hogy a nagyobb iskola az niósabb. Nem, a kis iskolák, még az osztatlan iskolák is többet érnek, erről tudományos kutatók beszélnek. Vissza kell állítani a gyerekek közt is a kapcsolatot. Hogyan? Művészettel. Gyerekjátékkal. Mert most már nem játszanak gyerekek. És a gyerekjátéknak a jelentősége az emberi kapcsolatok megteremtésében. Ezt Magyarországon fedezték fel először. 1891-ben megjelent egy könyv Kis Áron, ami a gyerekjátékokról szól. És azért írja meg ezt a könyvet a gyerekjátékokról, a mondókákról, hogy ott, ahol már nem ilyen mondókáznak, ahol már nem játszanak, ahol már nem gyerekek nem jönnek össze, és énekelnek, táncolnak, játszanak, stb.
Ott ebből be tanulják meg. Mert szükség van rá. 1891-ben mondja ki azt, amit Kopp Mária 100 évvel később megír. Az a belenyugvás abba, hogy ami történik, az jó, az a gyávaságnak a legnagyobb foka. És aki nem meri kimondani azt, amit hisz, az a hazugságnak a szolgája.